és akkor 46 ezer g -coint kell elkölteni. azt hiszem el tudjuk költeni. Megnézzük, hogy hogy van. Elméletek a Battle Pass, mint PUBG partner, én ezt megkaptam, mert a Play-re kíváncsi vagyok. Histori. Kiválasztott 2D replay. Ah, ez mennyire jó. Ez nagyon zsír, de örülök ennek, hogy ezt így beraknánk. Így majd könnyebben megtanulni. Ja, ez az, amikor elmentem mellette. Ja, és igazából tök jó, mert így igazából valaki stream sniper azért könnyebben vissza tudod szűrni, és akkor az egész meccset így vég végig, tudod nézni, hogy hogy szűkült, hogyan rotálták, ez nagyon OP. Ipon.hu. Már 20 éve veletek. Na, csak nézem beadta. Oké, okay, akkor adott már a betűl pass, meg 20 szintet, meg egy kis lootot előre, jó van, már 300 tokenünk. Oké, okay. Szávával Rex, na igen, így jobban tetszik a level 21, csak kellett neki egy frissítés. Na, claim all, ezeket veszedjük. Token, TX token, igen. Nagyon jól néz ki lesz itt a nyitogatás. Nagyon sok tokenünk is van. Meg kis apróságok hozzá. Most van konkrétan a nyitogatás. Annyira, hogy én se vettük, mert meg akarom nézni, hogy milyen opcióim vannak. Jelenleg a passz van, és azon kívül csak ezt látom ami lehetőleg jobban megírni, mert ugye ebből kapunk kettőjét. Na, 12500. Nézzük, 12500 zsíkai mire lesz elég. Kezdések megveszünk. ezt, és akkor hát ebből tudnám még venni kettőt. Na, ugye kapunk sok tokennek kettő ládát. És akkor itt át kell jönni ide, hogy special crafting. És itt van ugye Lamborghini crafter, mert 1500 tokenem van, ami elég jó itt lehet látni, hogy ez a kocsi a, legdúrvább. ugye ez maga az alap skin, vagy az alap kocsi kerül 5000-be, és akkor, hogyha ez megvan, akkor ugye hozzá tudtok skint venni, tehát alapból, ha csak ezt veszed meg, az csak egy skin, azzal nem mész semmire. Na hát akkor nincs más hátra, mint van 66 ládánk, ebből kell ezeket kinyitni, és minél több ilyet csinálni, mert ugye a Prime Parcel az, amiből ugye ki tudod nyitni a legdurvább lútokat, és ugye a legdurvább lútok, -ok azok ugye itt vannak, hogy... Na nézzük, havonta kapok g -Coin Igen. Na nézzük, tehát 10-10-10 száz... De amúgy tök farol, hogy itt a shopba mutatja a százalékot, amikor kinyitod, nem. Elég érdekesen csinálták meg. Na várjál, akkor itt a kicsi ládát nézzük. Parserre 6,5 esély van. Jó. 250 token az 10 százalék esély, tehát ez mind 10 esély a tokenekre. Nézzük a legritkábbat. Az LP 804 Sportcar Imprint az 0,6% hogy az kidobja, ez az ultimate, ez a legdurvább. Ja. Fegyvereket, micsoda, fegyvereknél lehet nyitni valami új húzhatót? kérlek szépen, gyorsan megmutatom neked. Igen, van ugye a smog gránát, és most van ez a citromsárga, meg a narancsárga színben, ezelőtt meg ugye volt ez, de ezt valószínűleg már láttad, tehát ezt nem kell nagyobb mutatnom. Jó, hát akkor kezdjük a 66 láda kinyitását, és akkor hát egy ötik a fel tudnánk ezt tornázni, akkor az nagyon jó lenne. És akkor igazából hát ezt a 66-ot ki fogom nyitogatni. Itt már lehet spoilerezni, hogy ugye egy pluszba bejött, ezen kívül itt ugye mindenféle kineket tudunk nyitogatni, amik valószínűleg annyira nem lesznek jók, és itt a harmadik fül lesz a lényeg, hogy minél több token jöjjön, és ugye ez a Prime Parcel, mert ebből jött csak a, a lényeg. Dobassunk egy kicsit, hogy van három ledenk. Ja, Aztán ez jó, ki 3-ból lett négy. Az itt mindig egy picit több lesz, az, teljesen jó lenne, és akkor itt is van kettő, kicsit is kaptunk meg egy nagyot, nagyon szuper. Nagyon tovább. Ez miért? Itt a Fabi is látszik, ez Fabi mint tovább, most uh, Lambor, Skineket aztán bizony, hogy beadja, mert ha nem adja be, akkor hosszúra kezdünk. Azért van egy jó szettek, és hát, ha valaki szetteket akar nézegetni, akkor az teljesen jó, nekem van bájos polom, tehát nekem semmilyen szettem kell, mert bájos polom nem cseréljük le. Na, 39 kis ledem van még. Oké. Okay. Jönnek a jobb-nagyobb szettek, és akkor 10 token. Egy nagy ledem, meg kettő kicsi van, már 5 darab nagy ledem. Oké. Okay. Juk tovább a 10-es, 31 van még. Nagyon jó videós vagy, köszönöm nagyon kedves vagy, ACCL. Oké, okay. És van plusz egy nagy, meg token, meg kis lejárt, szóval 22 szürkénk van még. Nyitjuk ezeket is tovább. Ez azt a titokon is alig mindenkinek. Oké, okay. nagyon jó. Plusz egy nagy láda, meg tokenek, 12 van még. Oké, okay. eddig minden király. Jó, 8 ládánk lett a végre, 8 nagy ládánk van. Kettő kicsi van még, azokat kinyitjuk, tehát 8 nagy ládából kell gazdálkodni. Egy ilyen szoci. Semmi sem, és akkor van még egy, ami. Úgy nem egy nagyon extra történet. Gürgö kell egy-kettő nyitni. Nézzük, 5-öt kinyitunk. 5-ből mi lesz? Hát ahogy nézem ötöt kinyitottunk, de hát szerencsére kaptunk belőle egy mirádót, ami már megvan. 50 tokent, amivel nem nagyon vagyunk előrébb, kaptunk egy semmit, meg mi... Hát mondjuk ez. Ez nem annyira rossz. Már aki szeretne fullos lambó szetbe öltözni. Megkaptunk egy festét az, az urusra. Szép és jó, csak hát még nincs benne a kocsi. Na, van még három. Pegyünk tovább, ezt a hármat is kinyitjuk. Oké. Okay. Tarararap, taram! Az előbb kaptunk mennyit? 35 50 Most 200-at? Na, ezzel már azért lehet haladni. 200 token, az nem olyan rossz. Megyünk tovább. Ez Lamborghini, igen. Hát mondjuk ez nem. Ez nem Lamborghini, ez csak Dacia, de akár Lambo is lehetett volna. Az nem az volt, és akkor kinyitjuk az utcsó ládánkat. Bam! Ismét 50 token. Jó, 12500 G-coin el lett pörkölve ami jelenleg arról volt hogy 1900 tokenünk van, amiből tudunk venni egy nagy semmit, mert ugye Kocsiszkin az összes, és a legolcsóbb Urus is 2000-be kerül, tehát 12500 g eddig ment a levesbe, semmi baj, van még 33 ezer, a következő 12500-asat, bam, kíváncsi vagyok, hogy mikor fogja beadni, ó, 800 token, Na, akkor most már legalább tokenben majd tudunk vásárolgatni, hogyha nem tudjuk kinyitni, de múltkor is emlékszem, amikor volt csak G-coin, elköltöttem, nem adtak ki, viszont annyi okenem nem lett, hogy meg tudtam venni. Na, és akkor jövünk ide vissza, tehát ismét van 55 ládánk, elkezdjük őket nyitogatni, hát ezt a kettőt megint fel tudjuk tornázni. Nyitottunk 55 ládát, és egyetlen egy Prime parcel csak kaptunk belőle. Hát ha van ebből világrekord, azt szerintem akkor én megdöntöttem, hogy a ne nyissál Prime parcel ládát 55 szürkéből. Kettő darabunk van, az pont annyi, amit ugye 12.500-ért tudtál venni, és akkor nyissuk is ki őket, hogy a kettő az kedveze nekünk, egy 10%-os 150 token, és ad nekünk egy másikat, ami pedig ugyanaz 10%-ra, ez is oké. Okay. 12.500 G-Coin, mennyi euró? Kérlek szépen. 12.500 G-Coin, ez 100 dollár. Majdnem, tehát eddig 200 dollárt költöttünk a játékra, és akkor most jön a... 300 dollár, ami pedig uh, itt van, megveszünk a következőt is. Újabb 12500, tehát 300 dollárt költöttünk eddig a játékra. Aha, igen, ez kettőt. Ugye megint kaptunk, nagyon kedves, ezt kéne akkor felturbózni, hogy ugye ne legyen. Az előbb nagyon nem akarta az igazságot, de most egy picit bágos volt, akkor nyomni kell egy restart nek és csak ezután meg plusz egyből be fogja dobni neked a izéket, a jóságot bejövünk ide, és akkor 55-öt tudunk kinyitogatni. Kezdjük. Mennyit költök a pubg -re? Hát szerencsére én PUBG partner vagyok, tehát nem kell egy forintot se költenem rá, mert kapom a g coinokat update tehát általában havonta 15 ezer g coin kapok, amit azért el tudok költegetni. Jó, kettő szürkén maradt, a kettő szürkét kinyitjuk, és akkor utána ezt a maradék 5 öt vagy hát addig 6-ot ad kinyitjuk. Egy bájos uh, pizsamát kaptunk, szerencsére az utolsó szürkéből kaptunk egy prime parcel, tehát 6 darab nagy ládánk van, és akkor nyissuk ki őket szépen egyessével, hát hogyha több lesz a értéke. Hát jelenleg 250 token, amúgy nem olyan rossz ez, mert tokenből már lassan megvan az 5000, tehát a lényeget meg tudjuk venni. Oké, okay. 5 nagy ládából hopp, ismét 10%-os 200 darab tokenbe adott megkaptuk még egyszer ezt a aszfalt és szettet, ez már megvan, amúgy kár, hogy nincs olyan, hogy amit már egyszer megszereztél, nem dobhatja be még egyszer. Szia, hogy lesz a PUBG partner? Hát persze, hogy publikus az internetre is ezt a kérdése beírod Zoli, akkor ott kiírja. Igazából legyen content creator, legyen sok követő, nézzenek sokan, és hogyha PUBG a content, amit csinálsz, akkor van egy ilyen forma, tudsz jelentkezni, és hogyha tetszik nekik, amit csinálsz, akkor elfogadják, és akkor onnatok ez a PUBG partner vagy ennyi. De béröd hozz, hogy PUBG partner követelmények angolul, és mert meg is találod a választ rá. Szám szerint le van ez írva. Mire gyűjtök? Hát a Lamborghini kocsira. Azt kellene nyitni, de eddig nem akart. Hát kettő nyitási lehetőségem van még. Oké, okay. megkaptuk most már a zöld színezést is, de ezt ugye most a másik kocsira azt hiszem. Oké, és akkor az utolsó Prime Parcel, Csiribú, Csiribá, Ultimétre megyünk. Gyere, 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 paf! Ott van, a Lusszúra is kaptunk egy színezést, legalább a színezések az mindig más. Jelenleg akkor ott tartunk, srácok, hogy 300 dollár lett eddig elkövetve a játékra, a G-coinunk elfogyott, több 12500-asat nem tudunk venni, tehát kérem, jegyezzétek fel, hogy háromszor 12.500 és 6.250-es számoljátok, hogy mennyi g Itt ki tudjuk számolni, hogy akkor ez jelenleg nagyságrendileg 350 dollár, és jelenleg még nem nyitottunk ki semmit, de cserébe, hogyha megnézzük, van már 4.450 tokenünk, amivel még mindig nem tudnád megvenni a alap skint, mert az 5.000be kerül, az uruszokat már meg tudnád venni. Oké, okay. megyünk vissza. 6.250, ez az utolsó, amit meg tudunk venni. És akkor ezek kapunk egy sárgát, 400 tokennek 27 szürkét, 2200 maradt, az már tényleg nem annyira sok, de akkor beljön ide, hogy igen nem valami megérős díl ez? Ez egyáltalán nem megérős díl, ezért mutatom be nektek streambe, hogy nektek nem kell a játékra ennyit költeni, mert nem fogjátok kinyitni ti se, ahogy én sem, mert látjátok, hogy a PUBG az csak vinni a pénz, de cserébe nem ad semmit, tehát spóroltam nektek 350 dollárt, szívesen mindenkinek, ha valaki ezt a Lamborghini pakkot akarta kinyitni, Hát nem annyira egyszerű kinyitni. Én relatív a játékpénzemmel, pénzemmel, amit ugye a PUBG adnak nekem, ezzel nem tudom. Tehát valószínűleg, a saját pénzeteket hasonló élményekben lenne részetek, és még így sincs sok tokenem, amiből meg tudnám venni fixre, tehát amúgy ez kemény, hogy, hogy ilyen élek vannak, de ezért örülök, hogy ezt meg tudom nektek mutatni, első nap megmutatom, és csak a hát tényleg nem, nem kell ennyit költeni a játékra, mert tudjátok, hogy mik az esélyek. Na nézzük, szia Bláj, megvettem az elit faszti, szürkeben szürkőben nyitottál egy sárgát, abból meg a fehér uruszt. Hoppá, na, a srácok, kevzó előtt mehet a meghajlás, mert nagyon szerencsés nyitása volt. Az nem rossz, maradjunk ennyi, az nem rossz. Na, kettő az utolsó sárga ládán következik. Megnézzük, hogy mit ad nekünk. Megkaptuk harmadjára az aszfalt és szettet. És az utolsó sárga ládán következik. A legvége. Csiribú, csiribá, szeretnénk egy Urus S Lusso SUV imprintet, jó? Ezt, ezt a gyönyörűséget szeretnénk. Hát ha beadná, és akkor utána, azt hiszem már ilyen szép. Uh, ez nagyon, nagyon zöld, nem ezt a zöldet szeretem. Aztán van ez szeppényezésbe is. Ez, ez elég bedeszt ez a, ez a színezés. Öt, ez itt vannak, vannak jók. Szép de jó színe van. Köszi Ádi, hát a, a napozás ezt teszi az emberrel. Úf. Csoda felnik vannak itt, kérem szépen, nagyon beteg. Hát azért itt igen, itt össze lehet rakni azért elég jó kis kombókat. Hmm. Nem, ez se néz ki rosszul, de hát így az esélyeket láttam, ezért ezt már ki sem mondom, amúgy ez... Egész jó hangja van. Na, motor nem indítja így be? Jó, ja, hogy még külön a szpoilere lecsukódik. Aha, Az kemény! Mondjuk még az menő lenne, hogyha ha kinyitnád, akkor egy egyedi rendszámtáblát tudnál rácsapni. Azt még tudja, hogy arra az emberek még nagyon sokat kell hogy egy egyedi rendszámtáblát legyen. Jó, na! Hát utolsó láda! Hadd szóljon! Talán az epiket beadja, az is előrébb vagyunk. De a játék úgy döntött, hogy beadja a... 200 darab tokent. Oké! Na, no. 12.503-szor, meg 6.250. az, hogyha kiszámjuk, az mondom, az nagyság rendileg a 350 dollár, ami, valaki az előbb leírta, az ami 130.000 forint. Tehát 130.000 forintot, hogyha elköltesz rá, akkor arra jutsz vele, hogy igazából semmit nem nyitottál ki, cserébe kaptál 5.120 tokent. Az 5.120 tokenből vagy megveszed ezt, mert ugye, ha nem tudod kinyitni, akkor meg tudod venni, legalább ez, 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 ez úgymond egy jobb történet, vagy meg tudod venni az Urusnak ezt a szürke verzióját, vagy ezt, aminek igazából egy színe van, ezzel is tudsz venni, igazából ugye kettőt nem tudod használni, tehát 5000-re van most hogy ezt fogjuk megvenni, mert ez elég menő néz ki, és ez is azt hiszem, hogy egy színezést nyitottunk. Tehát a lambó megvan, igaz, hogy milyen áron, akár jobb lett volna, hogy az egyiket ki tudtam volna nyitni, és akkor elég lett volna csak a másikat megvenni, és akkor ugye ehhez is tudsz venni külön színeket, ugye, hogyha már nem adta be, de azt hiszem valamit adott nekem, tehát akkor megveszük a lambót, 5000 ér, oké, okay. köszönjük szépen, ez, itt vannak, itt vannak ez, craft item, egyszer, edit skin, és akkor ugye van egy ilyen, Ú, na így mondjuk azért elég baba, így mondjuk azért elég baba ebbe a színbe. És akkor ugye ehhez semmi belsőt nem nyitottunk. Mondjuk ez valószínűleg feketébe a legszebb. Ez külön. Uh, ez ezzel is lehetne. Ebben a jó feketébe elég fullosan néz ki. igen, ez, ez valószínűleg ugyanúgy. Hát nem, ugye ezzel a felnivel aranyjal. Zölddel annyira nem, mert ez más színű zöld. A story. Megnézzük majd Blind a Pass-t Na. Ó, oh, van itt egy zöld pólós. <laughs> hogy lehet az, urus meg szeretné Hát ugyanígy, amit uh, én próbáltam, hogy fogod, és akkor ugye kinyitod a. Kinyitod a a ládákból, vagy hogyha a ládákból nem tudod kinyitni, akkor ugye a tokenből megveszed fixen. Tehát simán lehet, hogy szerencséd elsőre kinyitod, ha meg nincs, akkor meg elköltesz rá többet, aztán nem biztos, hogy bejön. Hoppá, már is összetörtük! A konkrétan nehezebben lőnek le, ha igaz, amit láttok? Valószínűleg igaz, amit láttok. Nem hiszem, hogy nem lenne igaz. Ez elég kicsi, igen, itt azért elég nehéz belőni maradjunk annyiba. Akkor ez most gyorsabb, mint a többi autó? Nem, ez csak egy skin, de nem lesz gyorsabb, meg semmi ilyesmi, ez csak egy skin. A kúpét tudod erre átvarázsolni. Hát, hát, tudod, nem sokat lehet belőni, igen. Hogy ott maradtam, így fogtam a kormányt? Nice! Jó. Jó, uh, azért jó hangja van. Nem rossz. Én nem tudom, hogy milyen a hangja. Még az a turbóra itt rárobbant. Hát, a kilőni, hát a heffán kilőni, hát, nem tudsz. De ez lehetetlen konkrétan. Érdekes duda hang. Akkor a lambóval egyeztették, hogy ez milyen legyen. Mi a végsebessége? Ilyen szép autóra rálőni. Hát az meg a másik! Hogy van Mersze? 155. Hát 155 a vége. A hát benyárt, mint a jobban fogyasztaná a nem? Na, köszi még egyszer, srácok, mindenkinek mindent. Hogy köv? holnap délelőtt, és akkor folytatjuk. Legyetek jók, és akkor köszi a mai napot, jó volt, szerintem kimaxoltuk. Rávi, szép estét, mindenkinek. Peace!